Egri szempontból nem indult jól a mérkőzés. Az újonc Energia Gyöngyös csapata jól szervezett védelemmel állt fel, amit nehéz volt a hazai játékosoknak átjátszaniuk. A 44. percben szabadrúgásból szerezte meg Antal Zsolt az egriek első gólját. Fordulás után 20 perc alatt háromszor találtak be a pirosmezes hazaiak. Előbb a csereként beállt Farkas Krisztián, majd az egriek csapatkapitánya Lakatos Béla volt eredményes. A szintén csereként beállt Víg Ferenc a 75. percben vette be erdei kapuját. Az 5-0-ás végeredményt Fekete Viktor állította be. Ezek az idézőjelben kötelező győzelmek a legnehezebbek nekem, és azt veszem észre a csapaton, hogy, illetve nekünk, azt veszem észre a csapaton, hogy ilyenkor nagyon kapkodunk és görcsösek vagyunk, ráadásul az ellenfél az első fél órában, vagy első fél időben, amikor még van nekik erő, és frissek, és dinamikusak, gyorsak, odaérnek, sokan ezzel feltörni őket, és a végére őröljük fel az ellenfelet. Víg Ferenc kritikusan szemlélte a hétvégi mérkőzést. Az a baj, hogy több hete mindig csak akkor változik a játékképe, hogyha cserélek. És ezt elmondtam most a játékosoknak bent az öltözőbe, hogy komoly következményei lesznek ennek, mert ez nem mehet így. Tehát mikor itt voltunk 22-en, mindenki úgy pörgött, hogy tényleg öröm volt nézni. A gyöngyösiek az első fél időig jól tartották magukat. Ez egy fiatal csapat, ugye mások a célok, nekünk ugye a tisztességes bennmaradás, ugye Egernek meg nyilván a magasabb osztály. Hát ebből próbáltuk a maximumot kihozni. Szombaton ismét itthon játszik az Egerese, amikor is a Pétervásárát fogadják 15 órától.